mindenki megszívó, hogy a konyhában fogunk részt venni. Ez a konyha nagy részben exotikus és pikáns, és a magyar konyha kedvelői is szívesen fogyasztják a mexikói ételeket. Ezek azték, maja és spanyol eredetű, vagy spanyol kulináris hagyományok keveredéséből létrejött konyha. A mexikói konyha főleg babból és babból, chiliből, csokoládéból, illetve kukoricából dolgozik, és nagyon sok fűszert használnak, és nagyon intenzíven fűszereznek, és erős ételeik vannak, és ezekből fogom készíteni ételeket. Egy kaszadillát készítünk. Ez egy tortillalapos étel, amit megsütünk majd serpenyőbe, illetve csinálunk egy rákmártogatóst, és egy sült banánt fogunk készíteni csili csokoládé mártással. A tortillalap egy vékony kukoricavízből készült lepény, amit szárazon sütnek köbben. És ez ilyen 2-3 milliméter, különböző ételeket készítenek belőle, ezt töltik, vágják, illetve kétszer sütik adott esetben. Az egyik ilyen módszer, amikor a tortillalapot és az étel és a belevalót, tehát a töltelékanyagokat külön tálalják, ezt hívják tacónak. A másik verzió a quesadilla, amikor a tölteléket mi tesszük bele, és úgy sütjük meg, hogy minden egyben van, és így tesszük a lapra, tehát kétszer sütjük a tésztát igazából. A quesadilla az egy sajtos készítmény, ebből jött a neve is, a queso, szóval a spanyolul sajtot jelent. Bárki neki merhet állni, mindig olyan ételeket választok, amit könnyen megtudok és otthon is el tudunk készíteni, és onnan alapanyagok is vannak itt, amik megtalálhatók a környező boltokba, illetve szupermarketekbe. Amíg a rák elkészül, a quesadillához fogunk készíteni egy grillzöldséget, illetve egy sült hűs. Zöldséget, ezekből a zöldségekből fogjuk. Cukkini, lilahagyma, kaliforniai paprika és paradicsom. Ezek lesznek a zöldségek. Elég sokan járnak, egyre többen, van egy fix csapat, aki mindig jön, ők mindig itt vannak, örülök is nekik, illetve vannak újak is, akik jönnek nekik is. Tehát mindenkinek örülök, aki eljön.